Három fő témát tárgyaltak a szerdai ifjú gazdák Tolna megyei gazdakörének gazdafórumán Bátaszéken. Az előregedett gazdatársadalomtól elkezdve az osztatlan földtulajdon új határozatán át, az agrárörökség és a várható pályázati lehetőségek is szóba jöttek. Tasnádi Gabriella vízgazdálkodási szakértő az öntözés fontosságáról és az ezzel kapcsolatos jogi változásokról tartott előadást. Január 1-től működik a Vizek projekt, ez teljesen elektronizálja a vízügyi engedélyezési eljárást. Eddig 8 példány papír alapú dokumentációt kellett az illetékes vízügyi hatósághoz bejutatni, aki ugye nem más, mint a területre illetékes katasztrófa védelmi igazgatóság. Ez teljesen elektronikussá vált január 1-től. Nem csak az engedélyezési eljárás változott meg január 1-től, hanem új öntözési törvényt hoztak ki, ami több módosítást is magával hozott. Ilyen például az öntözési közösség, amit azért találtak ki, hogy tehermentesítsék a gazdálkodókat. Az öntözés nagyon fontos, hiszen egyre melegebb lesz, ám nagy beruházást és jelentős üzemeltetési költséget jelent ez a gazdálkodóknak, így arra ösztönzik a szomszédos területű gazdákat, hogy fogjanak össze és alkossanak öntözési közösségeket. A másik fontos témát Csetibor András szakmai titkár taglalta. Az agráradózással, őstermelői adózással és az agrár öröklési kérdésekkel kapcsolatban milyen változások várhatók szeptembertől? Az osztatlan közös tulajdon kapcsán már kijött az a nagy törvénycsomag. Ennek lesz a második fejezete az agráröröklésnek a rendezése, optimalizálása. Ez várhatóan szeptemberben a ház elé fog kerülni. És ami hosszabb távon várható, az pedig az őstermelői adózás, illetve a családi gazdaságnak a még kedvezőbbé válása, úgyhogy abszolút ez az irány. Bár aratási szezon van, mindenképpen meg akarták tartani ezt a fórumot, hiszen ezek olyan elengedhetetlen témák, amit nem szabad halaszgatni. Pap Zsolt helyettes államtitkár azt mondja, az egyik fő cél, hogy zökkenőmentesen lehessen a gazdaságokat átadni, örökíteni.